Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy virágos jóslás június 9-én. Ezek a kártyák, ezek a virágos kártyák az én kártyáim. Mutatom a csomagolást is, a napokban kaptam meg. Nagyon szépek. Összesen 110 kártya van benne, és a jelentésük is. Hamarosan megkapom magyarul is. És most megnézzük, hogy mi ez a virágos üzenet. A központi téma itt van középen. Valaki csapdát állít nektek. Legyetek óvatosak. Erre utal ez a kártya is, valaki becsap benneteket, vagy mond olyan dolgokat, ami nem a valóság. Viszont ő, ez lehet egy férfi, ez lehet egy hölgy is, ezzel a csapdával, ezekkel a hazugságokkal egy rossz döntést hoz, egy rossz irányba mozog, ezt mutatja itt ez a kártya. Itt lesznek nehézségek a csapda miatt. Ha ti ezt elhiszitek, és beleestek ebbe a csapdába, akkor nektek vannak ezek a nehézségek. Ha viszont maradtok a ti véleményeteknél, és olyanok, amilyenek vagytok, és óvatosan figyelitek az eseményeket, akkor szerencsétek lesz, és ebben az esetben ez a személy esik bele a saját csapdájába, és neki lesznek nehézségei. Amire oda kell, hogy figyeljetek, ez a szépség, a belső szépség is. És ügyeljetek a nőiességetekre, ezt mutatja itt ez a Vénusz kártya, igen, ez a virág a Vénusz bolygóval áll kapcsolatban. Ha így túltettétek magatokat ezeken a dolgokon, vagy oda sem figyeltek erre a személyre, akkor a ti életutatokon találtok valami újat, ami egy meglepetés lesz, vagy egy új irány, és ezzel lesz szerencsétek. És ez volt a virágos jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!